Megépült a beregi árapasztó tározó, a komplex rendszer több mint 50 ezer ember árvízi biztonságát garantálja. További árvízvédelmi beruházásokra is lesz lehetőség a jövőben, 170 milliárd forintot szán a kormány erre a célra a következő időszakban. Emellett a vízkészletek egyensúlyban tartására egy tájgazdálkodási projekt is elindulhat. Volumenőt és összegét tekintve is kiemelkedő, nem csak itt a Felső-Tisza vidékén, hanem az országos vízgazdálkodási beruházások közül is, hiszen egy 33 milliárd forintos hatalmas építkezésről van szó, nem csak árvízvédelmi célokat, hanem vízgazdálkodási, vízkészletgazdálkodási, vízpótlási célokat is fog tudni szolgálni ez a rendszer. Tehát a következő időszak nagy feladata lesz, hogy ennek a szakszerű működésére felkészüljünk, és minden körülmények között majd tudjuk ezt a rendszert működtetni. Nagyon komoly energetikai beruházásokat is végrehajtottunk. Négy területi szakaszmérnökségünkön napelemes rendszert építettünk ki, tehát azt jelenti, hogy gyakorlatilag az energia szükségletet 98%-ban ezekből a napelemekből fogják kapni ezek az épületek és objektumok. Mindenképpen említésre méltó. Folytatjuk az öreg túl rehabilitációját, elkezdődtek a kivitelezési munkálatok a térségben, és tavaszra ezt a munkát is teljes körülön be kell majd fejeznünk. Az ukrán és a magyar vízügy egy közös pályázatot dolgozott ki annak érdekében, hogy milyen tározókat és hol lenne érdemes a következőkben vagy a következő években megépíteni. Mire jutottak ebben a pályázatban? A tározók akkor lennének hatékonyak, ha Kárpátalján is ezek épülnének. Az ott épülő tározókat ketté kell választanunk. Egyrészt hegyvidéki árvízcsúcs csökkentő tározók, amelyek nem is a Tisza főmedrében, hanem a mellék vízfolyásokon töltenek be majd árvízcsökkentő szerepet. Ebből körülbelül 40-et térképeztek fel az ukrán kollégák. A másik része pedig ezeknek a tározóknak a síkvidéki, tehát a határ közeli tározóknak a rendszere. Itt ki kell emelnünk a mezővári tározót, amelynek részlet terveit, illetve a műtárgy tervét egy közös pályázat keretében el is készítettük, illetve Tisza Újlaknál szintén van egy olyan tározó, aminek a műtárgya hiányzik, a töltések megépültek Kárpátalján, tehát ezeket a tározókat szabályozható műtárgyakkal kell ellátni, mert egyelőre ezek nincsenek meg, és hát meg kell építeni azokat a létesítményeket, amik ahhoz kellenek, hogy biztonsággal ki tudjuk a vizet vezetni. Tehát akkor lesz komplex ez a rendszer, ha ott is ezek a munkák befejeződnek. A következő években lesznek források vízügyi fejlesztésekre, ebben benne van az árvízvédelem, benne van a korszerű vízgazdálkodás. Milyen forrásokhoz szeretne a Felső-Tisza menti térség hozzájutni, és ezt mire költeni? Minden szakterületen van konkrét elképzelésünk a fejlesztésre vonatkozóan. Árvízvédelem területén folytatni kell a töltések fejlesztését. Ez azt jelenti, hogy az ország határtól befelé szeretnénk a Kisari hídig eljutni mielőbb ezekkel az emelt töltésekkel, hiszen a számítások, a modellezések azt mutatják, hogy tekintettel a külföldi fejlesztéseket, tehát Kárpátalján és a román oldalon is komoly árvízi fejlesztések voltak, emelni kell a töltéseket, és akkor lesznek leghatékonyabbak a meglévő tározóink is. A korszerű vízgazdálkodásnak milyen feltételrendszere van? Ezzel is foglalkozott ebben az évben a vízügy, tekintettel az idei rekord szárazságra, illetve ki is dolgozott egy programot, és van egy stratégiai irányelv. Mindenképpen a legfontosabb cél az, hogy az itt keletkező vizeket próbáljuk a helyszínen tartani, még akkor is, ha vízbőség van, nyilván úgy, hogy károkat ne okozzunk, és aszályos időszakban ezeket használjuk. Ez az első lépés. Ennek egyik szép példája lehet a nyírségi vízgazdálkodás és vízpótló rendszer, amit a megyei közgyűlés elnöke kezdeményezett közösen a Hajdú megyeiekkel, tehát ettől sokat várunk ettől a projektől. Szatmári területen pedig szintén a vízvisszatartás és vízpótlás, tehát lenne lehetőség folyóinkból, Tiszából, Szamosból, szivattyúval ilyen rendkívüli aszály idején vizet kiemelni, és a meglévő vízszétosztó belvízvédelmi rendszeren, csatornákon eljuttatni oda, ahol szükség van rá. Tehát ez a vízgazdálkodásnak a jövője véleményünk szerint. Tehát itt nem csak a vizek többletére, hanem a vizek súlyos hiányára is fel kell készülni.